Mára már nagyon sok embernek ismerős lehet a dallam és az alábbi képkockák, hiszen az elmúlt 5 napban nem csak Tolna megye, de Magyarország egyik legkedveltebb karácsonyi kisfilmje lett a Dombóvári hivatásos tűzoltók videója. Itt most már számok is azt mutatják, hogy sikerült Imosolcsony nagyon sok a karcára. Nagyon pozitív volt a fogadtatása ennek a videónak, és mindenki voltak éppen ezt köszönte meg, hogy végre itt tényleg a szürke hétköznapokból sikerült egy olyan videóval találkozni, amelyek nem csak a napi nehézségeket mutatják, taglalják, hanem tényleg arról azért szerepelne, hogy azért készült, hogy kicsit mindenkit így mosolyra derítsen. A videó 5 nap alatt közel 12 000 kedvelést és 1000 megosztást ért el, valamint több mint 500 000 ember tekintette meg a közösségi oldalakon. A kisfilmet televíziónk munkatársa készítette, a Dombóvári hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi kirendeltség dolgozóinak együttműködésével. Ez mind itt a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon, tehát itt a hivatali munkaidőben dolgozók között, valamint itt a kirendeltségeken is ez osztatlan sikert aratott ez a kis videó, és hát akik a leginkább élvezték, ez pedig a Dombóvári hivatási tűzoltóparancsnokság készenléti állománya. Nagyon-nagyon pozitív volt a fogadtatása ezekről a visszajelzések is, úgyhogy érkeztek még itt a Szenteste hajnalán is hozzá megkeresések, ha szabad így fogalmazni, amiben köszönetet nyilvánítottak. Köves Péter elmondta, hogy nem csak a katasztrófavédelem munkatársai körében volt népszerű a videó. Több civiltől is érkezett megható, köszönő üzenet a kisfilm megtekintése után.